Szeretettel köszöntelek benneteket. Először engedjetek meg egy történetet. Lehet, hogy ismerős is lesz, de talán érdemes feleleveníteni. A kis csavarról szól. Ismeritek ezt a történetet? Egy hajóban lévő kis csavarról. Akkor olvasom. A kis csavar egy volt a sok százezer közül, ami a nagy-nagy hajó felépítményében volt. Két lemezt fogott össze. Ez a kis csavar egyszer csak így gondolkodott magában, hogy hát már unalmas itt nekem ezt a két lemezt összefogni, mert különben is olyan kis jelentéktelen vagyok. Milyen nagy hatalmas ez az egész nagy hajó, ahogy úszik a tengeren, én meg csak egy egészen picurka kis jelentéktelen lény vagyok, személyisítsük meg most akkor itt ezt a csavart. És kényelmetlen is ez a hely, ahova éppen helyeztek engem. És arra gondolt, hogy hát nekem is, én is megérdemlek egy kis szabadságot, és jó nagyot nyújtózok. Hát, és képzeljétek el, hogy a körülötte lévő csavarok egészen megijedtek, hát, hogy most a kis csavar nyújtózni akar, és itt akarja hagyni a helyét, a szolgálati helyét, hát akkor mondta a lemez magában, nem is annyira magában, hanem egyre inkább hangot adott annak, hát akkor mi itt ketté szakadunk, akkor a vasgerendák is egészen megijedtek. Hát, hogy lesz, hogyha a lemez elválik attól a helyről, akkor mi sem. Tehát, hogy az egész építmény összeomlik, pillanatokon belül elterjedt a hír az egész hajóban, az egész hajótestben, hogy bizony a kis csavar valamit forgat magába. És olyan egyöntetű szívvel, kórusban mondták neki, hogy nem, maradj csak a helyeden, nagyon-nagyon fontos a te helyed, a te szolgálatod ott a két lemez összefogásában. Mit gondoltak, miért mondtam én el ezt a történetet? Kicsik, nagyok. Mi a tanulsága ennek a történetnek? Ha nem is a hajóval, de valami mással már biztosan hallottátok, a nagyobbak is segíthetnek. Van olyan, hogy jelentéktelen az ember. Hallottunk olyat, hogy az egyház, a gyülekezet, ez mind-mind Krisztus teste, és senkinek nincsen jelentéktelen helye és szerepe. Ugye? Hallottunk ilyet. De vajon van-e olyan időnként, hogy az ember valóban olyan jelentéktelennek érzi magát, olyan kicsinynek, és olyan hiába valónak? Szoktátok ezt érezni? Szoktátok? Az nagyon jó, hogyha nem, mert akkor mind-mind, ugye? Igen, tehát hogy néha azért érzi ezt az ember. De hogyha meg tudjuk magunkat abban erősíteni, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, a Teremtő Isten keze alkotása vagyunk, és hogy ahova helyezett minket kis csavarokat, nagy csavarokat, lemezeket, ki tudja mi mindent, hogy mindannyiunknak szerepünk van ahhoz, abban, hogy végül az a hajó célba érkezzem. Jó, hát köszönöm szépen a figyelmet. Reméljük, hogy talán most már úgy a szívünkbe véstük úgy igazán ennek az üzenetét is, és mind kevesebbször jön elő ez a gondolat, hogy milyen kicsinyek vagyunk. Pontosabban, ha elő is jön, hogy milyen kicsinyek vagyunk, az annak az örömével jön elénkbe, hogy az Istennel együtt minden lehetséges. És egy példázatot, egy rövid kis példázatot elevenítsünk fel így közösen Máté evangéliuma 21. fejezetéből. De előtte, mielőtt felolvasnám ezt a kis két soros példázatot, talán felolvasom mégis, és akkor utána elevenítsük fel, hogy milyen szövegkörnyezetben, milyen történelmi környezetben Jézus életének melyik periódusában is hangzott el ez a rövid példázat. Máté evangélium a 21. fejezet, és a 28. verstől fogom olvasni. Rögtön egy kérdéssel kezdődik, és mi gondoljuk át, hogy kihez is intézte ezt a kérdést Jézus Krisztus. Tehát Máté 21-28-tól olvasom. De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta, eredj fiam, munkálkodjál az én szőlőmben. Ő pedig felelvén mondta, nem megyek. De azután meggondolta magát, és elment. A másikhoz is oda ment, hasonlóképpen szólt. Ő pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram, de nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát, tette fel a kérdést, akkor a kor hallgatóinak Jézus, és mondták neki ott kórusban, hogy bizony az első.
Mondta nékik Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek neki. A vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Időben hova helyeznénk el ezt a példázatot? Néhány szombatiskolával ezelőtt a tanulmány is buzdított minket arra, hogy különösen figyeljünk a Jézus utolsó hetének eseményeire. Különösen figyeljünk akkor azokra a példázatokra is, amit akkor mondott el. Nagyon-nagyon szerette volna csokorba kötni az üzenetét, azt a testamentumot, amit tulajdonképpen igazából az egész Szentírás is hordoz, amit az egész Szentírásban szeretne a szívünkre helyezni. Miről is szól ez a példázat? Miről szól ez a történet? Az emberiség két nagy csoportját példázza. Akkor és ott is helye volt, ott az ókorban, mert akkor és ott egyrészt szimbolizálta, jelképezte a farizeusok csoportját, akik önfelmagasztalásban voltak, azt gondolták, hogy ők teljesítik az Isten akaratát, és teljesíti azt a csoportot, a nem kis csoportot, amelyik azt mondja, hogy jaj, hát én inkább úgy szeretnék élni, hagyjanak engem békén, azt csinálok, amit akarok, nem kell nekem az atyai ház korlátozó szeretete, én inkább élem az életemet úgy, ahogy szeretném. Tehát ez jelképezi az emberiség két nagy csoportját. És akkor most indulok egy kicsit távolabbról talán. Miért jött el Krisztus a világra? Miért jött el? Van önértelmezése a Bibliában? Erről szól, erről egy ige, hogy miért jött el? Azt mondja Lukács evangélium a 19.10-ben, azért jött el, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Mi az, ami elveszett? Mi az, ami elveszett? Az ember. És akkor most rögtön adódik a következő kérdés, hogy mi az ember? Mi az, amit meg kell keresni az emberben? Mi az, amit helyre kell állítani az emberben? Mi az, ami az egész szolgálata gyakorlatilag erről szólt, hogy helyre szeretné állítani az életünknek három területét. Az életünknek három olyan területét, amit az Édenben alapított. Akkor emlékezzünk vissza, hogy mi is az a három területe az életünknek, amit az Úristen az Édenben alapított, amit az Édenben adott ajándékul az embernek, így is felfoghatjuk. Mi az a három terület? Picit legyen interaktívabb, gondolkodjunk, akkor talán jobban is rögződik meg. A házasság például, így van. A házasságot azt mondhatjuk úgy is, hogy a társas kapcsolatok. Tehát, hogy pontosan így van, tehát, hogy a legkisebb egy ház, az maga a házasság, maga a család, és hogyha az ott nagyon jól működik, akkor a társas kapcsolataink is. Tehát, hogy egyre táguló térben terjedjen a Jóisten igéje. Így van, tehát, hogy a házasságot és a társas kapcsolatokat, ezt gondoltam harmadszorra, de nagyon jó. Így van, a szombat, a szombat és a pihenés, és még mi? Tehát, hogy ezzel összefüggésben még mi? Ez a második. A munka. Így van. Tehát a tevékenység, az időbeosztás, az idő jó kihasználása, így van, tehát maga a pihenés is, de az idő jó kihasználása is, tehát hogy a 6 napról is rendelkezett. Így van. Azt mondta, hogy műveld és őrizd a kertet. Ami jelentette azt a tényleges földterületet is, de azért jelentett valami, vagy jelent a mai nap is valami sokkal mélyebbet is. A szívednek, a kertjének a művelését. És akkor mi az az első, ami gyakorlatilag a gyökere ennek a kettőnek? Akkor, hogyha az első rendben van, akkor jó eséllyel a másik kettő is, a most felsorolt másik kettő pont is rendben lesz. Mi az a legeslegelső? Igazatok van, de az Istennel való kapcsolat is mikor fog nagyon jól működni? A szeretet is nagyon jó gondolat, de hogy mikor fogok tudni egyre jobban szeretni, mert azt is mondhatjuk, hogy a szeretetem is töredékes. Tehát, hogy azt is tanulnom kell valakitől. Mi az, amit helyre kell állítani leges-legelső sorban? Az ismerethez mi kell?
hogy helyes ismeretem legyen, úgy minek az útján tudok eljutni helyes ismeretre. Minek? A tanulást, azt, hogy tanulni tudjak, milyen funkció kell ahhoz. Akarás, és az is igaz, nagyon jó. A szellemi képesség az mit jelent? Az mit jelent? Mi kell ahhoz? Mi kell ahhoz, hogy befogadó legyek, hogy ismereteket szerezzek, hogy tudjak tanulni, hogy az az ismeret az jó helyen is legyen, mert hogy pontosan most itt a farizeusokat is fölidéztük, ugye, tehát rengeteg ismeretük volt. Úgy tudták kívülről az igét, hogy senki más. Hát a szadduceusok mindenleg. Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy úgy helyén is legyen? Mi az, amit helyre kell állítani? Ez már mind a cél. De mi az eszköz? Ahhoz, hogy meg is lássam, hogy ki az Isten. Hogy tudjam a magam helyét is, hogy értékeljem is a magam helyét, hogy örömöm legyen a magam helyében, örömöm legyen az Istenben, örömöm legyen a teremtettségben, a megváltásban, a mindennapokban. Mi kell ahhoz? Tehát ehhez, hogy örömöm van, ez hol születik meg az emberben? A szívben. És a szívben mik születnek még meg? Na most már nagyon közel vagyunk. Mi az, ami a szívből származik? Hangosan? Minden gondolat. Minden gondolat. A minden gondolat. Értelem gondolat. Mi az az első, amit helyre kell állítani? A gondolkodást. A gondolkodást kell helyreállítani. Emlékezzetek vissza, amikor a Jóisten megteremtette az embert, mire kérte legelőször? Elvonult előtte az állatsereglet. Nevet. Nevet kellett adni az állatoknak. Hogyha ezt is úgy tovább gondolod, akkor ez azt jelenti, hogy fogalomalkotás, gondolkodás, abstrahálás, elvonatkoztatás, ez így mind-mind benne van. És mi az, ami megsérült? Akkor ott, amikor elkezdtek ólálkodni a fa körül, ez a gondolkodás csorbult ki. A bizalmatlanság, így van, igen, de hogy a bizalmatlanság is miből fakadt? A helytelen gondolkodásból. Így van. Tehát a helytelen gondolkodásból, hogy kihez menjek a kétségeimmel, kihez menjek a kérdéseimmel? Egy másik teremtményhez. Elsősorban a Teremtő Istenemhez. És akkor utána azon a szűrőn keresztül megvizsgálom persze a többit is. Tehát akkor mi az életnek a három területe, amit helyre szeretne állítani az emberben, és gyakorlatilag mi is az ember? Tehát egy gondolkodó erkölcsi lény, akinek társas kapcsolatai vannak, egészséges társas kapcsolata van, és az idejét is nagyon jól osztja be. Az idejét és az Isten szíve szerint osztja be, amiben benne van a közösségi élet, benne van a pihenés, mert tudja, hogy töltekeznie kell a Jóisten közelében, és ugye ez a töltekezés megint csak a társas kapcsolatokkal is összefüggésben van, mert hiszen azért is jöttetek el most az Isten házába, hogy ne csak egyedül imádjátok a Jóistent a, nem tudom, a nappalitokban, ahol ugye az egész világot az ember a szívére tudja ölelni, de hogy a próbája a társas kapcsolatokban van annak, hogy mennyire helyes a gondolkodásom, mennyire nem csak elméleti ember vagyok, hanem gyakorlati ember is. És hogy mikor mondta el ezt a történetet Jézus Krisztus, még azt ígértem nektek, de nem mondtam a bevezetőben. Ugye, hogyha most itt elképzeljük, itt van, hát így Izrael, jó, itt a Jordán, és itt az Északi ország részben már befejezte a tanítását. Jézus is bevonult Jeruzsálembe, tehát ez már az utolsó hét eseményeihez tartozik. Megtisztította másodszor is a templomot. Isteni hatalommal szólt, ezt is biztos már hallottátok sokszor, meg olvastátok is a Szentírásban. És oda mentek utána hozzá a betegek, a gyermekek, gyógyította őket, és hát hozsánna éjenzés hangjai szólaltak meg a templomban. A terméketlen fügefával kapcsolatos történet is már mögöttünk van. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de az én szívem úgy összeszorul, amikor oda jutok, ugye a történet olvasásában, hogy bement a templomba, és hozzámentek a főpapok és a népnek a vénei. És megkérdezték, hogy micsoda hatalommal tanít. Tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel,
hogy engem ez a mondat olyan nagyon megráz, és olyan nagyon elszomorít. Hogy hogyan tud az ember ennyire elvakulni, gondolkodásában ennyire kificamodni, hogy az egészen nyilvánvaló dolgot ne lássa. Nem? Tehát, hogy annyi ismeret volt már bennük. És föl tudták tenni ezt a kérdést. Micsoda hatalommal cselekszed ezt? És akkor időnként így ezen gondolkodom, hogy rendben van, de megvizsgálom önmagamat, hogy igen, tehát hogy tudom én azt, hogy most is az Istennek van hatalma bármire, amilyen élethelyzetben vagyok. Énekeltük is itt ezt a dalt, hogy akkor, amikor olyan nehézség vesz körül, hogy akkor is tudom, úgy zsigereimben tudom, vagy annyira tudom csak, mint amennyire a farizeusok tudták, tudom kívülről. De amikor ott van az élethelyzet, amikor helyzet van, akkor meg tudok-e kapaszkodni? Tudok-e fölnézni, vagy pedig süllyedek? Péter első reakciójához hasonlóan. No, tehát akkor még egyszer, mi is volt az a három területe, vagy mi volt a legelső területe, vagy mi most is jelenleg az első területe az életnek, amit a Jóisten szeretne helyreállítani, a gondolkodásunk. Térjünk vissza magára a történetre. Melyik fiú gondolkodott helyesen? Valamelyik helyesen gondolkodott a kettő közül? Hát nem. Egyik sem gondolkodott helyesen. Ez így van. Még annyit, hogy azonosítsuk a jelképeket is. Ugye az atya, a Jóisten jelképe, és a szőlő pedig az egyházé. Nincsen feloldása, vagy megoldása pontosan, bocsánat, nincsen megoldása. Nem ad megoldást itt, ezen a helyen Jézus, hogy vajon miért gondolta meg magát az egyik fiú. Mit gondoltok, miért? Hívjunk segítségül igéket. Mi kell ahhoz, hogy meggondoljam magam? Ahhoz mi kell, hogy a gondolkodásom megváltozzon, mert hogy a teremtettségbeli állapotom az úgy volt tökéletes, ahogy mondta is a Jóisten, hogy minden igen jó. De mi kell ahhoz? A délutáni történet is majd egy kicsit erről fog szólni. Mi kell ahhoz? Mondott ehhez kulcsot Jézus János evangélium a 3. fejezetében. Mi a kulcs ahhoz, hogy megváltozzon a gondolkodásom? Elhatározom, összeszorítom a fogamat, én most már pedig másképp fogom gondolkodni. Szoktam emlegetni nektek a Orwell állatfarmját. Nem emlékeztek rá? Ahol van egy Bandi nevű ló, és amikor több munkaegységet írnak elő, akkor a Bandi nevű ló azt mondja, hogy nem baj, akkor jobban megfeszítjük az erőnket, és akkor majd meg lesz ez is. Tehát mi kell ahhoz, hogy a gondolkodásom megváltozzon? Annyira tényleg, lehet, hogy nem gondoltak erre a nyilvánvaló ige helyre. Hát így van. Ez újjászületés, születés, a felülről születés. És mi kell ahhoz, ha az Isten akarja adni mindenkinek ingyen. Ugye, akinek nincs bölcsessége, jó Isten szemrehányás, kérje tőle, és az Isten szemrehányás nélkül adja. És mi kell ahhoz, hogy én ezt elfogadjam tőle? Ez is egy ige. Hogyan? Igen, ez fog belőle következni, nagyon jó. Nagyon jó. De mi az, amit a szívemben forgatok? Igen, de miért rejtettem bele, mert mit tartok erről a beszédről? Hogy ez milyen beszéd? Van egy igehely, Pál apostol írja a 2. Tesszalonikában, hogy valami azokban az emberekben megvan, akiknek a gondolkodása megváltozik, akik felülről születnek. Valami megvan bennük. Az igazság szeretete. Az igazság szeretete az ő üdvösségükre. És hogyha egy szóval mondanátok, hogy mi az igazság, akkor hogy ki az igazság? Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. A Krisztusban elrejtett igazság. Jézus Krisztusban, még a teremtés előtt, elrejtett igazság. Krisztus lényéből áradó igazság. Az a munkálkodó szeretet, aki Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus, aki most is ott küzd érted, és értem, a mennyei templomban. Az a Krisztus, aki elküldte az ő szent lelkét, hogy elvezessen minden igazságra.
Nem tudom, hogy ez meg tud-e rázni benneteket még. Vagy olyan régóta hallottuk ezeket az igéket, olyan régóta, olyan sokszor olvassuk is ezeket az igéket, ugye? Hát egy jó adventista évente egyszer végigolvassa a Szentírást. De hogy tud-e még úgy visszhangozni a szívünkbe? Meg tud-e szólítani úgy belülről? Vagy tudjuk csak kívülről, helyes, tudjunk is kívülről igéket, mert hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor ezekbe a szavakba lehet kapaszkodni. De hogy hagyom-e, hogy úgy megérintsen, hogy megrázzam úgy belülről, hogy eljusson odáig az ízekig, a velőkig, az ízek megoszlásáig. Hagyom-e, akarom-e ezt? Nézzetek meg néhány gondolatot. Mikor vagyok Krisztusnak a szolgája és a barátja? Ezt a gondolatot a Krisztus példázatai című könyvünkből kölcsönzöm. Mikor vagyok az, hogyha akkor már a barátja vagyok és a szolgája vagyok, hogyha nem vagyok a kifejezett ellensége? Így most ennek a példázatnak a kapcsán, most nem másik igéket hívjunk segítségül. Tehát akkor már a szolgája és a barátja vagyok, hogyha az ellensége nem vagyok. Egészen más szövegösszefüggése mondta, ugye, hogy aki nincsen ellenünk, az velünk van. Mit gondoltok, mikor töltöm be azt az életfeladatot? Mit mondtunk? Gondolkodás helyreállítása, időbeosztás, amiben a szombat is benne van, de a hatnapi munkálkodás is, és a társas kapcsolatok. A legszűkebb a házasság intézménye és a társas kapcsolatok. Ezek hogy tudnak működni jól? Most különösen a kettesre, ha fókuszálunk. Igen, és azok hogyan tudnak meglenni? Tehát, hogy van olyan, akinek nincsen semmi. Semmilyen lélek gyümölcse nincs, nem ad az Isten. Hogyan tud növekedni, hogyan tud szaporodni, hogyan tud, hogyha mondjuk egy szőlő fürtel szemléltetjük, szoktuk ezzel a lélek gyümölcsét, ugye egy szőlő fürtel szemléltetni. Hogyan tud az gazdagodni? Hogyan tud, ahogy a szőlőt érleli a Jóisten melege, a Jóisten közelsége, a napfény, az eső, nem tudom mi minden kell hozzá, meccés. Igen, vagyis hogyha használod az ajándékait. Így van, tehát benne maradsz, de hogy a gyakorlati életben az azt jelenti, hogy azokat az ajándékokat, amiket kaptál, azokat használod. Nem úgy, hogy, amit mondtam az előbb is ezt a példát, hogy a nappalitban vagy, és akkor ott nagyon-nagyon szereted és tiszteled a Jóisten, de ennek mind a próbája kint az életben van, az életszinterén, a munkatársi kapcsolatban, a házastársi kapcsolatban, nem tudom, a közlekedésben, tehát hogy mindenütt más le tudod szűrni, tehát a társadalmi interakciókban, a társadalmi kapcsolataidban le tudod szűrni, hogy éppen most milyen helyzetben vagy. Ezt a példát már mondtam nektek korábban, elég szégyenteljes, és rólam szól. Még egyszer régen kellett beszélnem Dávid és Abigail történetéről. Egy biblia táborban. És akkor készültem, és nagyon nem értettem ezt a Dávidot, hogy hogyan juthatott ő ilyen helyzetben, nem tudom, hogyha előttetek van így a Szentírásban, tehát ugye a régi Károliban így jobb oldalt van ez a történet, de hogyha így a másik oldalra vetül a pillantásatok, akkor ott látjátok, hogy hát ott Saul megölhette volna nagyon könnyedén, és azt mondta, hogy nem, én hagyom az igazságosan ítélőre, tehát semmiképpen nem veszem el az ő életét. És akkor, amikor Abigail férje nem adott azért némi élelmet neki és a csapatának, mert hogy megvédte egész héten, vagy egész évben a rablótámadástól, meg a vadállatoktól is a nyájat, akkor úgy felbőszült Dávid, hogy azt mondta, hogy én bizony, tehát nem marad még egy ebb sem életben az ő családjában, és akkor 200 ember itt marad a csomaggal, és akkor gyerünk, és akkor megyek, és tényleg megölök mindenkit. És nem értettem, hát, hogy hogyan lehetséges ez, hogy hogyan juthat oda az ember, a másik oldalon ezt olvasom, és hogy akkor micsoda féktelen dű van ebben az emberben. Hát, és akkor jött a következő nap. Jó adventista azért imádkozik, de hát olyan septében történt. Tehát nem az a mély, az a lélektől lélekig imádság, és akkor elindultam a napomra,
nem tudom, még vásároltam is, amit nagyon nem szeretek. De és akkor mentem hazafelé, és akkor úgy meg is veregettem, hogy lelkiek meg a vállamat. Hát akkor megy ez. Volt ez egy kis lelkismert furdalásom, hogy ez ilyen septében indult el. És akkor megyek, akkor még ilyen földutunk volt, és keskenyebb az út, tehát hogy viszonylag nehezebb volt úgy betolatni majd az udvarba. Kicsit hosszúra nyúlik a történet, de hát majd megértitek talán. És akkor így veregetem lelkiekben a vállamat, hogy ment ez a nap, még a vásárlás és meg beszélgetés is volt, társadalmi kapcsolatok is megvoltak, pipa. És akkor kezeljétek el, hogy ilyen nagy dobozos autó megjelent mögöttem. És akkor gondoltam én, hogy majd tehát a gyenge nőnek majd azért csak egy kicsit ott lehúzódik, megvárja, amíg én ott betolatok, vagy bármi. És elkezdett ott villogni, meg hát ott integetni, hogy akkor ott most úgy haladjak, és hogy nem várta meg. Hát nagyon nagy szégyen, de én olyan mérges lettem erre az emberre, hogy csuda. Tehát valahogy aztán ott beszerencsétlenkedtem, betolattam az udvaron, még meg is kellett fordulni, és akkor hát ott szittem magamba, pakoltam ki a kocsiba, mentem a szatyrokkal, tettem le a konyhába, megint vissza, hát én nem tudom, kétszer fordultam legalább, amikor ugye eszembe jutott, hogy hát, Bandi Kati, hol vagy? Ember, hol vagy? Ami ott az édenben elhangzott. Tehát erre teremtettelek téged. És akkor hát azért már jobban tudtam beszélni Dávid történetéről is. Hogy hogyan tud az ember ide jutni? Nekem nem volt pisztoly, meg semmi nem volt ott a keszti tartóba, de hát hogy egy ilyen apróság van, ilyen hihetetlen indulat gerjed bennem. Hogyan gondolkodott Krisztus, vagy tehát, hogy hogyan, mit mondott Krisztus még erről a fiúról, amelyik nem akart engedelmeskedni az atyának, de aztán végül mégis elment. Megdicsérte? Nem dicsérte meg, és most felolvasok néhány sort Krisztus példázataiból. Krisztus nem ítélte el azt a fiút, aki egy ideig nem akart engedelmeskedni atyának. De nem is dicsérte meg. Azok, akik az első fiúval együtt megtagadják az engedelmességet, nem érdemelnek elismerést ezért az állásfoglalásért. Őszintességük nem tekinthető erénynek. És itt van ez a mondat, amit jó lenne, hogyha ugye szívünkre kötnénk. Az igazság által megszentelt őszinteség Krisztus bátor tanújává teszi az embert. Felolvasom még egyszer, jó? Az igazság által megszentelt őszintesség. Tehát, hogy nem az a fajta őszintesség, hogy sok ember úgy büszke rá, hogy ami a szívem már mondja, az a számon, és akkor csak úgy mondom, amikor nem baj, hogy ott esnek, hullanak körülöttem emberek, de hát azért úgy elmondtam, hogy mi az igazság. Nem. Tehát az igazság által megszentelt őszintesség Krisztus bátor tanújává teszi az embert. Hát kívánom, hogy ilyen bátor tanúk legyünk mindannyian. Olyan bátor tanúk, akikből az élet illata árad nap mint nap azokban a társas kapcsolatokban, amiről szóltunk, és amit a Jóisten is szeretne helyreállítani. És akkor bezárjuk Isten tiszteletünket.